A szezon utolsó találkozóján az első negyedórában felváltva estek a gólok, 7-8 után azonban egy 7-0-ás szakasz produkált a Kisvárda, amely végül 5 gólos vezetéssel mehetett a szünetre. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban, fokozatosan ledolgozták hátrányukat, majd a vezetést is átvették. A Kisvárda azonban újítani tudott, és végül 2 gólos győzelemmel búcsúzott el a közönségtől Dévényi János együttese. Elég hektikus volt a mérkőzés, ugye az elején rengeteg olyan bosszantó hibát követtünk el, amire készültünk, tehát rengeteg könnyű gólt kaptunk rendezetlen védelem ellen, amit külön gyakoroltunk az edzésen, hogy helyezkedjünk feljebb, tehát nem kellett igazán harcolni az MTK-nak, távoli zónákból úgymond szétlőttek bennünket, aztán hogy felkeményedett a falunk, illetve Radolyevics beállásával a támadójátékunk is feljavult. Fél időre sikerült kialakítani egy nagyobb különbséget, amit a másik fél időben még jól kezdtünk, sikerült is plusz egyel, de utána Zsinorban 4 kiállítás, illetve Nóri a kapuba igen jól teljesített, kimondottan örülünk, jövőre még jobban fogunk ennek örülni, hogyha ilyen védési mutatóval fog rendelkezni. Ezzel vissza is jött a meccsbe az MTK, sőt még fordítani is tudott, de a végére felébredtünk, és végre egy végjáték, amit mi tudtunk jól teljesíteni. A vendégek edzői azt emelte ki, hogy csapata végig nagy küzdelemre késztette a Kisvárdát. Legjobban örülök, hogy ezt a 60 percen keresztül ugyanúgy küzdöttünk, mint az egész évben, azt a 26 meccsen keresztül, hogy hova jutottunk. Erre is büszke vagyok, hogy azon a helyen zártunk ezt a bajnokságot. Hullámzó volt a mai mérkőzés, voltak jó periódusai, kevésbé jó. Sajnálom, hogy nem sikerült innen szerezni vagy 1 vagy 2 pontot, de örülök itt, amit láttam és amit tapasztaltam ott a pályaszélen. Minden, amit megbeszéltünk, próbáltunk lejátszani, de hogy küzdöttünk 60 perccel keresztül, az legnagyobb öröm. A bajnokságot a Győr nyerte 52 ponttal 100%-os teljesítménnyel. A második helyen a 46 pontos Ferencváros, a harmadikon pedig a 39 pontos Siófok végzett. A 24 pontos Kisvárda a 8. helyen zárta a 2018-2019-es szezont.